Fontos nap volt a KED Pletl Imre számára, sikerült ugyanis néhány lépést megtennie járókeret nélkül. Ez Imre akaraterein kívül a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának 2 hetes intenzív fejlesztő kurzusának is köszönhető. A konduktorok ezúttal Szabadkán dolgoznak. A férjemmel vagyok itt. Ő februárban hirtelen veszített el a hallását és a járását, és szédül, csak kerettel tud menni. És már régen hallottam erről, hogy van ez a Pető kurzus, és most, mikor hallottam, hogy most szintén van, akkor elhatároztam, hogy jelentkezek az ő nevébe, és megpróbáljuk. Hát örülök, hogy megpróbáltam, mert úgy konkrétan nem szalad, hogy úgy mondjam, de valahogy szabadabb a mozgása, valahogy fogja azt a keretet, de valahogy egész másképp. Meg a hangulata is jobban ki is jár az udvarba minden, mint az előtt. A módszerrel például a Parkinson-kórban szenvedőkön, agyvérzés utáni állapotban lévő betegeken, valamint központi idegrendszeri károsodást szenvedett gyermekeken is tudnak segíteni. Amikor a szűrések, rendelések történtek, akkor 8 új személy felvétele valósult meg, és így összesítve az elmúlt másfél hétben, mert még ez a hét tart, 24 személy járt rendszeresen, ki a saját csoportjában, de napi-heti rendszerességgel ide a Mackor épületébe a fejlesztésekre. A szűrést és a képzést is konduktorok végzik. A páciensekkel csoportban foglalkoznak, így motiválva őket a gyakorlatok végzésére. Ez egy csoportos terápia, ami kihasználja egyszer a csoportnak az erejét, és nem egy tünetre összpontosít, hanem az egész személyiséget egyszerre próbálja fejleszteni. Így a foglalkozásaink alatt nem az van, hogy csak mozgást és passzív mozgást végeztetünk a betegekkel, gyerekekkel, felnőttekkel, hanem megpróbáljuk az aktivitásukat elővenni, és tanítani őket, hogy hogyan tudják megoldani a problémát, és ezért mindig folyamatosan nehezítjük nekik a feladatot. Szabadkán nagy előrelépés várható, hiszen 2024. szeptemberétől elindul a konduktorképzés, amely a Semmelweis Egyetem kihelyezett képzése lesz. A 4 éves képzésnek köszönhetően évi 5 alkalommal 3 hétig lesz elérhető a fejlesztés a városban.